Kupuszine a vajdasági magyarság egyik nyugatbácskai települése, Zombor és Apatin városok között a Dunához közel. A mai, római katolikus vallású, jobbára paróc eredetű lakosság 1751-től települt Kupuszinára Heves és Nyitra megyéből, valamint sokan érkeztek a kalocsai sárközből is. Kupuszina nevét a 20. század elején a magyarosabb hangzású Bácskertes névre változtatták. A település ezt a nevet használta a Szerbiához csatlakozásig, illetőleg az 1941-es felszabadulást követően, amikor a vidék 1944-ig ismét Magyarországhoz tartozott. Az önálló kupuszinai bácskertesi egyházközösséget 1754-ben hozták létre. A község jelenlegi templomát 1808 és 1813 között építették, és Szent Anna a boldogságos Szűz Mária édesanyjának tiszteletére szentelték. Barokk stílusban épült. Kupuszinán található a legtöbb szabadtéri szakrális emlék. Az egész Bácskában nincs egy településen annyi, mint ebben a kis faluban. A képes vagy fülkés oszlopok a határban szabadon állnak, a faluban többnyire az építető házának kerítésébe falaszták. Ezeket a kupuszinaiak kápolnának, vagy régiesen káplonkának nevezik. Az egykori népélet tárgyi emlékeit őrzi az állandó néprajzi gyűjtemény, azaz a kis falu múzeum, amit a volt iskola épületében alakított ki a falusiak segítségével Schilling István. Sokáig leginkább a konyhakerti termékeiről volt híres a falu, melyet az akkori Jugoszlávia nagyvárosainak piacain értékesítettek. Jól ismert terméke volt a különfajtaként számon tartott kupuszinai vöröshagyma. Napjainkban a gabona és gyümölcstermesztés jellemzi a falut. Terjedőben van a virágtermesztés is. A mi viseletünknek az alapja a fekete szín, ez a sváb hatás, mert a környező települések közül Apatinnal is, Szent Iványjal, tehát ezzel a két nagy sváb faluval volt nagyon erős gazdasági kapcsolatunk, oda jártunk piacra, és tőlük hoztuk az árut is, amit ott vásároltunk, illetve a divatot, hogy milyen legyen a berendezése. De ez keveredett a mi megmaradt régi színvilágunkkal is, ezért lett az ilyen kékes. Itt található az a három falu, ahol a legszebb bácskai magyar népviselet látható. A kupuszinai, a doroszlói és a gombosi. És másutt nem is él a népviselet már. Mi palóc település vagyunk, amit hoztunk, az nem egyezik annyira a sárközi viselettel, ahonnan a gombosiak, meg a doroszlóiak települtek. Az ő viseletük bokorugró, milyen karang alakú. Nagyon szép, mint a három. Nincs is szebb, mint ez a három. A 60 évnél idősebbek máig felöltik az ünnepi viseletet, illetve lakodalomban még a két éves kislánytól a 80 éves asszonyig mindenki beöltözik népviseletbe. A kupuszinain érezhető a sváb hatás. Ahova piacra jártak és látták a módit, azt próbálták meghonosítani. A mákos rétes elengedhetetlen kelléke az ünnepi asztalnak. Amikor nálunk nagy ünnep van, karácsony, húsvét, lakodalom, búcsú, Szent Anna napi búcsú, akkor mindig sütnek az asszonyok mákos rétest. A receptjét nem is mondom el, mert az hadd maradjon meg a falu titka, bár nem nagy a recept. Kézzel kell törni a mákot, ez a lényeg. Nagyon
nagyon közel Apatinhoz és Szilágyihoz létezik egy gyógyfürdő, a Junákovics, és érdemes ott néhány napot eltölteni a gyógyvize miatt. A 70-es években újra felfedezték ezt a forrást, ez a Harkányi vízzel körülbelül egy minőségű. Érdemes látogatni, és nem csak a betegeknek, mert itt sok medence áll a fürdőzők és a pihenni vágyók rendelkezésére. A sztapári pravoszláv szerb temetőben a domináló kősíremlékek mellett sajátos, törzsében a református fejfákhoz hasonló, felfelé keskenyedő, faragott fakereszteket lehet látni. Embernagyságúak, nagyon gazdagon megmunkálva, hasonló díszítménnyel, de legalább olyan pazarul, mint a erdélyi kopjafák. Tehát ezek a keresztek nagyon-nagyon fogyatkozóban vannak, de nagyon szép rajtuk a díszítmény, tulipános, indás, ágas, kígyós díszítmények vannak rajta, forgó rózsák, a falu központjában is van egy ilyen kereszt. A város közelében kanyargó Mostunga folyócska mentén nem csak a pravoszlávok, hanem az itt élő magyar, horvát, bunyevác és német katolikusok is emeltek kápolnákat fogadalomból. Ilyen Markovics József szenátor úr, Márias né fogadalmi kápolnája a Csicsovi tanyákon. Zombor Nyugatbácska központja, adminisztratív központja is, művészeti központja is, kulturális központja, iskolaváros, tehát ide érdemes eljönni, azért, mert sok a látnivaló. Zombora a zöld város, a bácskai zöld város, ugyanis Zomborban található a legtöbb zöld terület a bácskai városok között. Itt látható még a megyeháza, ugyanis Zombor Bács-Bordot vármegye székhelye volt. Ez a város egy több nemzetiségű város, tehát itt szerbek, bunyevácok, magyarok, németek laktak, és még egyéb nemzetiség is. Úgy mondták, hogy a szerbek vannak a legtöbben, de a katolikusok többen vannak. Ez annyit jelentett, hogy a magyarok és a horvátok, a bunyevácok, a sokácok, illetve a németek többen voltak, mint a szerbek. A Vármegyeháza előtti téren áll a historizáló, romantikus Szent István király templom, a Karmelita rend kolostora. A 19. század közepétől mintegy 60 évig épülő templomot 1904-ben szentelték fel. A templomot Szent István király tiszteletére szentelték, az ő reliefje van a főoltáron, balkész felől mellette Szent László királynak a szobra, jobbkész felől Szent Imre herceg, és a Szent István körüli íven, körülbelül ugye középtáján, balfelől kisebb szoborban Szent Erzsébet, és jobbfelől Szent Margit. Tehát a főoltár mondhatnánk így, hogy az Árpád-házi szenteknek az oltára. A Mária oltárnál jelen van a prágai kis Jézus szobra, amely gondolom, hogy minden kármelita templomnak a sajátossága. A kis Jézus a megtestesülésnek a misztériumát, titkát jeleníti meg. 1905-ben elkészült a rendház is, amelynek Szent József lett a patrónusa. Régebben ugye nagy körmenetet tartottak körbe a parkba, és külön oltárok voltak, ugye, hogy ez elő van írva. Talán ma már megkapnánk az engedélyt arra, hogy csináljunk egy ilyen körmenetet, de mivel a lakosság túlnyomó része ortodox, nem hiszem, hogy méltóképpen tudnánk az oltári szentséget körbevinni. Ezért a templomon belül tartjuk ezt a körmenetet. A körmenet maga két nyelvű, tehát horvát és magyar nyelven zajlik. A 20. század politikai eseményei folytán a rendház ugyanazon a helyen maradva, ma már az 5. államban teljesíti küldetését.